A rendőrség statisztikája szerint a 2023-as évben több mint 2100 olyan baleset következett be az országban, melyben gyalogosok voltak az érintettek. Korábban ezen az útszakaszon is több ilyen eset történt. Leginkább a lakott területen belüli útszakaszokon következtek be a balesetek, többségében nappali természetes fényviszonyok között, de igen magas számban fordultak elő az éjszakai órákban is gyalogos elütéseink. Éppen ezért nagyon fontos ez a beruházás is, hogy megvilágítsuk a gyalogos átkelőhelyeket, ezáltal is a gyalogosok védelmét biztosítsuk. Most a Generália Biztonságért Alapítvány támogatásával messziről is jól látható átkelőhely segíti a gyalogos forgalmat. Ez a harmadik okos zebra Máté Szalkán. Ez a zebra, ami a hátam mögött van, egyszerre vezet ugye a Mátészalkai kispiac az egyik legújabb közösségi szintér felé. Van itt egy általános iskola, és a közvetlen közelébe a zebrának két középiskola is. Tehát ez segíti a gyerekek biztonságát mindenképpen, de ugyanakkor például, aki a városközpontot busszal megközelíti, hiszen Mátészalka ugye egy közlekedési központ is, azok számára is biztonságos átkelést nyújt, mondjuk a polgármesteri hivatal, illetve a járási hivatal felé. Tehát mindenképpen nagyot léptünk előre a biztonság terén. A Generália Közlekedési Kultúra Napja kapcsán indított lakossági szavazást. Két héten át online lehetett megszavazni a 19 legveszélyesebbnek ítélt iskola közelében található gyalogátkelőhelyből azt, amelyik okossá lesz alakítva. A több mint 500 000 beérkező szavazatból Máté Szalka kapta a legtöbbet. Így az alapítvány 4,5 millió forintból biztosította a második generációs okos zebra telepítését. Úgynevezett Safe Cross Zebra, amit a Pearl Entertainment-tel közösen, illetve ők vitelezik ki. Azért okos, mert egy kamera található egy oszlopon, a közvetlen zebra közelében, mindkét oldalon, így amikor a gyalogos valóban átkelni készül, érzékeli a rendszer, hogy szeretne átkelni, és ekkor az úttestbe beépített prizmák, amik nagyon jól láthatók, egyébként most is ragyogó napsütés van, és erről megbizonyosodhatnak, hogy már több száz méterről az autósok láthatják, hogy itt bizony gyalogos átkelőhely van, és hogy aktív a gyalogos átkelőhely, hiszen egy gyalogos megközelítette, tehát át fog kelni rajta, és miután átkelt, szintén érzékeli a kamera, és leállítja a villogást. Míg sok okos zebra folyamatosan villog, ez csak akkor villan fel, amikor a gyalogosok ténylegesen a veszélyzónában tartózkodnak. Annak érdekében, hogy biztonságosabbak legyenek az utak, eddig több mint 60 ehhez hasonló átkelőhelyet adtak át az országban.